Az egykoron nagyközségi, majd tiszafüredi városi férfi kar néven működő énekkar egy baráti találkozót szervezett július 27-én a Pátria étteremben. Az időpont egy 30 évvel ezelőtti, 1986. július 27-én megtartott rendhagyó próbának az évfordulója volt, amikor a kórus egy németországi férfi kart látott vendégül. Az összejövetelre megérkezett a Hollandiában élő Szabó Katalin, a kórus egykori vezetője is. A találkozó közben kérdeztük meg Szabó Katalint arról, ő hogyan emlékszik vissza a férfi kar karnagyaként eltöltött évekre. 15 évi közös munka után 1994. márciusában megszűnt az az énekkar, amely a nagyközségi férfi kamarakórus, majd a Tiszafüred városi férfi kar nevet viselte. Vég Sándor életrajzi könyve alapján 32 fő énekelt rövidebb-hosszabb ideig a kórusban. A tagok közül 13-an már csak az angyaloknak énekelnek, a többiek közül 8-an tudtak eljönni Gál Sándornak, az énekkar alapítványi elnökének a meghívására. Az étterem asztalánál ott ült a Hollandiában élő karnagy, Szabó Katalin, valamint Fodor István, Gál Sándor, Pák László, Polgár Benedek, Uszkai Szilveszter, Vég Sándor, később megérkezett Nagy László és Virág Ferenc is. A megjelenteket Gál Sándor köszöntötte, aki elmondta, hogy nem énekkari próbára, hanem baráti beszélgetésre hívta a kórus vezetőjét és tagjait. Az alkalom egyúttal egy évforduló is volt. Egy 30 évvel ezelőtti rendhagyó próbára emlékeztek, ahol egy német férfi kar is részt vett. Elhangzott azoknak az egykori tagoknak a neve, akik már egy másik kórusba mentek el énekelni, majd egy 26 évvel ezelőtti felvétellel felidézték az eltávozottak emlékét. Gál Sándor ezután folytatta a megemlékezést. Véleménye az volt, hogy nincs szégyenkezni valója a kórusnak. Amikor az énekkar megalakult, az már a leszálló ága volt a férfi kórusoknak, ezért nagy dolog volt Tiszafüred életében, hogy egy ilyen kórus 15-16 évig működött. Az érdem Szabó Kataliné, aki az arany minősítésig vitte a csapatot. Ezt követően a jelenlévők mesélték el, hogyan telnek a mindennapok, hol, hogyan élnek, és milyen emlékeket őriznek szívükben a mai napig. Mikor járt utoljára Tiszafüreden? Májusban. Akkor nem olyan régen. Nem olyan régen, elég gyakran jövök, igaz, csak pár napra. A férfi kórus úgymond érettségi találkozóján vagyunk most. Hogyan készült erre a találkozóra? Milyen érzésekkel? Mire gondolt, mikor éppen ide felé tartott? Természetesen én is lapozgattam a régi fényképeket, a Facebookon is szoktam nézni a megemlékezéseket, a felvételeket, a régi hangfelvételeket, és hát nagyon örülök neki, hogy néha vissza tudom hallgatni, mert tudom konstatálni még most is, hogy büszke lehetek az akkori munkámra. Meséljen nekünk valamit a kezdetekről, illetve azokról az évekről, amikor oda került a csapathoz. Milyen emlékei maradtak meg? Honnan származtak? Milyen foglalkozású volt egyáltalán a kórus? Mennyire ismerte meg őket? Milyen volt a hangulata a próbáknak? Hát ez egy nagyon érdekes szituáció volt. 82. januárjában kaptam egy levelet, hogy a Tiszafüreden egy karnagyot keresnek. És a tanárom mondta, hogy jaj, hát ez neked való. És rögtön telefonon meg is beszéltem, hogy kijövök ide Tiszafüredre, és a telefonos beszélgetés alkalmából derült ki, hogy ez egy férfi kórus, és én azt hittem, ez egy óvónőképző kórusa. Ugye Füred és Földvár, és aztán hirtelen meglepődtem, hogy egy férfi kórus vár rám, de nem lepődtem meg, hogy tehát nem volt nehézség végül is, örültem ennek a feladatnak.
és amikor megérkeztem Tiszafüredre, a könyvtárban próbált a kórus, és ugye mint 20 éves ide kerültem, és emlékszem az első próbára, hogy én is köszöntem, hogy csókolom a meglett férfiaknak, és a meglett férfiak köszöntek, csókolom. És akkor ez egy nagyon érdekes szituáció volt, igen, és akkor úgy éreztem, hogy na most nőttem föl, hogy most már oda kell figyelni, hogy az ember mit mond, igen, és nagyon hangulatosak voltak a próbák, nagyon, nagyon tiszteltek, szerettek, szerették az éneklést, tehát voltak megjegyzések az új beéneklési stílusról, amit azelőtt ugye nem csinált a kórus, és sokan, vagy többen az elején próbáltak kilógni ezelől a technikai beéneklés alól, de hát ugye ez mint főiskoláról kijött, konzervatóriumból kijött a hallgató, hát mi ezt tanultuk, hogy ezt így kell csinálni, és nem rögtön a mély vízbe ugrani, ugye be kell melegíteni egy fontos dolog előtt. Milyen szintű volt a kórus akkor? Tehát mikor először hallotta őket, hova helyezte el, vagy emlékszik-e még? Emlékszem, persze, természetesen emlékszem az első próbákra, hogy ne. Hát szeretetre méltó volt, hogy ennyi férfi, ennyi kedves ember, és hogy szeretnek énekelni, és abból próbálok kihozni valamit. Hát nem minden volt tiszta természetesen, de az akarat, ez nagyon fontos volt, és annyira figyeltek arra az instrukcióra, amit adtam, hogy tehát ez nagy tisztelet volt számomra, és így egyre jobban följebb jutottunk ezzel, hogy elfogadták, és próbáltuk együtt csinálni, fejlődni. A helytörténelmből én úgy tudom, hogy korábban a parasztkórusok alakultak meg egy vagy több termelőszövetkezet tagjaiból. Ugyanezekkel az emberekkel találkozott itt is? Tehát mesélték, hogy volt azért énekari ilyen-olyan múltjuk? Énekari múltjuk volt egy-két embernek, de ha én jól értettem, akkor az akkori időkből több ilyen vállalkozó is énekelt a kórusban, és természetesen a hivatalban dolgozó emberekből, tehát talán mondhatjuk egy kicsit módosabbak, vagy talán így mondhatjuk, igen. Hogyan alakította ki a kórus repertoárját? Előkereste a tananyagokból azokat a énekari műveket, vagy elindultak valahonnan, és aztán egyre komolyabb zeneművek kerültek? Hát természetesen volt a kórusnak már valami a repertoáron, tehát először azt próbáltam egy kicsit csiszolgatni, és aztán rájöttem, hogy egy-két dolgot inkább hagyni kell, inkább új dolgot kell elővenni, mert a régi beidegződött dolgokat nehezebb kijavítani, mint egy újat megtanulni. És hát sok új dologgal találkoztak az én rajtam keresztül. Ugye a főiskoláról mindenféle repertoár jött. Aztán hát, mint ahogy itt beszéltük az előbb, hogy ezek az évek sajnos már inkább a férfi kórusok lefelé ágazó évei voltak, és sajnos emiatt nem nagyon volt igazán kimondottan férfi kórus repertoár, illetve ami volt, az eléggé ilyen szocialista jellegű volt. Úgyhogy egy idő után hát nem volt tiltakozás, hogy énekeljük, de néha nevettünk a szövegen, ugye, hogy mit kell énekelni. Vagy voltak ilyen, énekeltünk egy bolgár zeneszerző művét, ami magyarra le volt fordítva, és akkor frissen fussál, ugye, ez a szövege volt, és frissen fussál, és gyorsan kellett énekelni. Hát mindenféle változatok voltak ebből is, de tényleg örömmel énekeltek. Népdalokat egyáltalán énekeltek valahol, valamilyen körülmények között?
Énekeltünk, tehát egy népdalcsokrunk volt, négy népdalból állítottam össze, a kórus is szeretett népdalt énekelni, de hát ugye nem kocsmai szinten, hanem igényesen próbáltuk azt előadni, igen. Milyen lehetőségük volt a fellépésekre? Hova hívták a kórus? A kórus elsősorban itt Tiszafüreden lépett föl. Hát sok ilyen nőnapi rendezvényen, sok vagy ilyen nyári kórusesték, vagy kórus találkozók. Ilyen hivatalos állami ünnepekre? Hivatalos állami ünnepekre nem nagyon emlékszem. Egyre talán, amikor az állomáson valamilyen ünnepi megnyitó volt, átadták azt a mozdonyt, vagy valami ilyesmi volt. Ott énekeltünk, igen. Hát természetesen a minősítő hangversenyeken voltunk Szolnokon, és Lenin város, Tiszaújvárossal volt kapcsolatunk a volt tanáraim révén, és hát több ilyen kapcsolat volt. Meséljen nekünk ezekről a minősítésekről. A mai napig tudom, hogy megvannak ezek a minősítések a különféle kórusok énekelők számára. Önök honnan indultak el, milyen fajta kategóriákat sikerült megszerezni, mennyire volt elégedett valójában az elért eredmények? Hát a minősítő hangversenyek ugye az mindig egy pillanatnyi állapot. De tehát én éreztem, hogy a kórus egyfolytában fejlődik, és a repertoár is nehezedett természetesen, és hát mindig, nem mindig éreztük úgy, hogy igazságosan ítéltek meg minket. És hát akkoriban már szinte két férfi kórus, vagy három volt a megyében összesen, tehát ez már nem volt, mint a ritka holló, és nem igazán értékelték sokan a férfi kórust. Tehát ez kár érte, hogy... Önnek ebben az időben volt esetleg másik kórusa, nem tudom, gyerekkarok esetleg, vagy csak ez az egy volt ilyen nagyobb létszámú, ahol ilyenfajta munkát végzett? Igen, a zeneiskolában is létrehoztam egy tanítványaimból egy kis énekegyüttest, és ez egyre jobban kibővült, és ezzel a kórussal is nagyon sok minősítésen vettünk részt, nívódíjakat kaptunk, rádiófelvételeken vettünk részt, és Admonban jártunk, Olaszországban, és Admonban kétszer is jártunk, és ott a Gráci Televízió is készített velünk felvételt, és az utolsó kirándulása a kórusnak pedig Hollandiában volt, mikor én már Hollandiában éltem, akkor még egy évig visszajártam ehhez a kórushoz próbát tartani, és az volt a szándékom, hogy tehát a következő nyáron egy búcsú hangversenyt rendezünk Hollandiában, és így 10 napot töltöttek ott a tanítványok, egy koncertturnét szerveztünk, 3 koncert volt, és sok-sok kirándulás, vendégcsaládoknál voltak elhelyezve a gyerekek, és egy fantasztikus élménnyel gazdagodhattak. Mi minden vezetett végül is a kórus megszűnéséhez? Természetesen az, hogy ön személy szerint elhagyta Magyarországot, máshol kezdett dolgozni, vagy illetve amit említett, hogy már leáldozóban volt a férfi karoknak a története. Esetleg volt még valami más, amire úgy emlékszik, hogy egy csepp volt a pohárban? Hát főleg az, hogy a kórustagok ugye lassan kihaltak, és a fiatalabb embereket nem nagyon lehetett bevonni a kórus éneklésbe Tiszafüreden. Tehát nem volt utánpótlás, és ez volt a legnagyobb probléma, sajnos, igen. Mit gondol, mi az, amit adott önnek személy szerint ez a férfi kórus? Akár viccekben, akár egyfajta életszemléletben.
Hú, nekem nagyon sokat adott ez a férfi kórus, ahogy így az előbb pár mondatban elmeséltem a kórusnak is. Tehát az, hogy ha valaki egy ilyen amatőr kórussal dolgozik, kórusvezető, és mindent az utolsó betűig meg kell tanítani, azon nagyon sokat lehet tanulni. És ennek nagyon sok hasznát vettem a későbbi munkáimban ott Hollandiában is. Itt most nagyon vidám hangulat van, és ismerve a jelenlévőket, azért minden hájjal megkent férfiak ezek. Nem hozták esetleg kellemetlen helyzetbe a kis 20 éves tanárnő? Nem, érdekes volt, hogy annyira hallgattak mindig rám, és amikor kezdődött a próba, attól kezdve én voltam a parancsnok a hajón, ugye, és a szünet akkor szünet volt, és amikor mondtam, hogy akkor folytatjuk, attól kezdve megint én voltam az, akire oda kellett figyelni, és soha nem volt semmi probléma, hogy egy fiatal kislány áll az élen. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk, és gondolom sokan voltak kíváncsiak arra, hogy ön végül is itt van. Köszönöm szépen, és köszönöm.